Érik a retek, a tök és a cukkini a bódéi bolgárkertben, amelyet az elmúlt hetekben az egész ország megismert a közösségi kerti alakított focipálya történetén keresztül. Ám nem csak a hobbi kertészek örülhetnek a tápláló és egészséges zöldségeknek, amelyet folyamatosan lehet szüretelni, hanem a rászoruló családok is, ugyanis innentől rendszeresen kapnak felajánlásokat a gazdáktól. Schwarz Béla polgármester és kollégái másfél évvel ezelőtt mertek nagyot álmodni, amelynek egy rendhagyó kezdeményezés lett a gyümölcse, hiszen a közösségi kertet több civil szervezet és egyesület, nyugdíjasok, hátrányos helyzetűek és sérültek műveli együtt. Ez már alapból jó lehetőséget teremt a generációk, valamint az épek és sérültek közötti szakadék áthidalására, illetve a szorosabb kapcsolatok kialakítására, együttműködésére, ami a közösségi összetartás alapja lesz hosszú távon. 15 parcellát tudtunk ebben az évben így kiadni, és látható, hogy élvezik a termelők ezt a műveletet, kertészkednek, és nagyon szép a termés, és hát a termésnek a 10%-át azt kell felajánlaniuk közösségi célokra. Hát most is ez történt, ezt adtuk át néhány rászoruló családnak. Ajkán nem kevesen vannak, akik adományokra szorulnak, akik számára a legkisebb adomány is jól jöhet. Ha valakinek mostanában jönne meg a kedve a zöldségtermelésre és a hozzá kötődő adakozásra, még foglalhat magának parcellát a bolgárkertben. Hát én azt gondolom, hogy körülbelül a kétszeresét tudnánk, ez lenne a maximális kapacitás, tehát egy olyan 30 parcelláig el tudnánk menni ebben a városrészben, de már most tervezzük, hogy a következő évben a Padragi városrészünkben is hasonlót alakítanánk ki, talán azzal a különbséggel, hogy nem annyira a hagyományos kerti terményeket ültetnénk, vagy termesztenénk ott, hanem inkább a bogyós növényekre szakosodnánk. Az itt lakók mennyire örültek ennek a lehetőségnek? Hát a szám is mutatja, hogy itt mindenkinek van kertje egyébként, tehát ez egy családi házas városrész, és az mellett vállalkoztak erre, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon örültek neki, meg hogy rendet csináltunk, tehát itt egy gazdátlan terület volt, és az, hogy önmagában, hogy rend lett, az is egy nagy eredmény. Hát ha még ilyen közösségi célú termesztés van, hát az még egy plusz eredmény. A városvezető célja az összefogás és a segítő szándék erősítése, amit az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központtal való jó kapcsolat is fémjelez, hiszen az ott dolgozó szakemberek választották ki azokat a családokat, akik az első terményátadón zöldségadományokat kaptak, hogy ízletes főzelékeket és tápláló ételeket főzhessenek szeretteiknek, és könnyebbé váljon számukra legalább ez a hónap. Az intézményünk Ajka Város Önkormányzatának szinte minden projektjében együttműködő partner. Nagyon szívesen vesszük az olyan kezdeményezéseket, amikor rászoruló családokon tudunk bármely projekt kapcsán segíteni. Most hány család kapott adományt? Hát most jelen pillanatban 3 család az első terményből kapott, de nagyon bízunk benne, hogy majd ha folyamatosan érnek a különböző zöldségek, akkor majd egyre több család tud részesülni ezekből az adományokból. Mi alapján kerül kiválasztásra, hogy ki kaphatja meg? Hát olyan családokat próbáltunk választani, ahol sok kicsi gyerek van, hogy egészséges főzelékeket tudjanak készíteni nekik a szüleik, most főleg tökféléket, cukkinit, retket, ilyesmit kaptak, tehát ez inkább kisgyermekeknek egészséges étel, bár a felnőttek is nagyon szeretik, de a gyerekek kiemelt szerepet kapnak mindenféle segítő munkában. Nagyon örülnek az adományoknak, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy Ajka Város Önkormányzata nagyon odafigyel a rászorulókra, és itt ebben a bolgárkertben megfigyelhető, hogy a különböző élethelyzetű családok segítik egymást, a különböző generációk összefognak, és én ezt egy nagyon jó közösségi kezdeményezésnek tartom. A legújabb kori bolgárkertészkedés egy nagyobb projekt. A város rehabilitációs program keretében arra is lehetőséget biztosít, hogy rászorulók támogassanak rászorulókat. Ez az emberi segítőkészség csúcsának is tekinthető. A fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátásáról gondoskodó Molnár Gábor műhely alapítványnak a bolgárkertben külön parcellája is van. A bolgárkertben egy nagy parcellát művelünk, immár második éve a fiataljaimmal, tehát a fogyatékkal élő felnőttekkel dolgozunk odakint. Úgy dolgozunk, ahogy az idő és a termények megkívánják. A terményeket közösen gondozzuk, termeljük, megfőzzük, és mi is elosszuk. Ugye nálunk is sajnos vannak rászorulók, halmozottan hátrányos helyzetben élő
felnőttek, és ezeket a terményeket el szoktuk osztani. Akkor ti megoldjátok belső körből, saját magatoknak között osszátok el? Megoldjuk, viszont tavaly évben olyan nagyon sok terményünk volt, cukkini és sárgarépa, hogy külsősöknek is adtunk, vittünk a családsegítő központnak, és különböző rászoruló embereknek. Szerinted miért van az, hogy mindig azok segítenek másokon, akik amúgy is rászorulók lennének? Ezek az emberek megszokták azt, hogy segíteni jó, és talán így még jobban tudnak integrálódni az egészséges emberek közé. Örültünk neki, nagyon ez jó fog jönni a családnak. Elmondaná, hogy mit kaptak? Tököt kaptunk, cukkinit, azt hiszem, nem néztem meg rendesen, meg retket. És szeretik a tököt a családba? Igen. Mi fog belőle készülni? Főzelék, meg kiráncsuk is, meg rántva is nagyon finom. Elmondaná, hogy ön mit kapott? Hát én is ugyanúgy tököt, cukkinit, retket, de ugyanúgy, mint a kolléganő elmondta, hogy mi minden adománynak örülünk, mert a családsegítőbe is szoktak általában adni, úgyhogy mi mindig elmegyünk, legalábbis én mindig, mert ugye én tartom velük a kapcsolatot, mert nemrég költöztem ide Bódéra, de hát most még a kert nálunk is még függőben van. Önnek mekkora családja van? Hát én nekem van már 3 fiam, aki kiröpült, van 11 unokám, úgyhogy most várom a 12. unokámat a lányomtól, mert ő meg most szül majd nem sokára, úgyhogy. De hát mi is szeretnénk majd minden előbb az udvart is rendbe tenni, hogy legyen az kert, mert én nekem az minden álmom, mert régen is volt valamikor. Mi fog készülni ezekből, amit most kaptak? Nálunk is ugyanúgy tök főzelék, meg is rántott tök, mert legalábbis én a rántott tököt nagyon imádom. Ugyanúgy vagyok a gombával is. Ha tehetem, akár milyen gomba, még alaska gombát is kirántom. A felajánlások innentől folyamatosak lesznek, így az őszi betakarításokig sokan lakhatnak jól a kertben termő finomságokkal. Az átadó résztvevő családok ezt meg is erősítették. Szerintük az önkormányzattól ez egy remek kezdeményezés és nemes gesztus, ami bizony jól jön mindenkinek. A polgármester következő célkitűzése Padrakúton van a kertészkedés tekintetében, ott gyümölcsök termesztésére szeretné majd buzdítani a helyi közösséget.